Új SM-centrum nyílt, immár a Kanizsai Dorottya kórházban is lehetőség van a szklerózis multiplexben érintett betegek kezelésére és gondozására. Ennek köszönhetően a nagykanizsai és a vonzáskörzetbe tartozó betegeknek kevesebbet kell utazniuk, illetve ugyanarra az osztályra mehetnek akut rosszabbodásuk kezelésére vagy gondozására. A neurológián dolgozók számára nagy szakmai elismerést jelent az osztály centrummá minősítése. Számunkra ez igen nagy megtiszteltetés, ez azt jelenti, hogy az orvosainkat elismerték, az orvosaink tudását elismerték azzal, hogy ennek a betegségnek a gondozására alkalmasnak tartották. Ezeket a betegeket kijelölt centrumokban gondozzák, és kritériumokhoz kötik, mind tárgyi, mind pedig személyi kritériumokhoz. A tárgyi kritériumok régóta fennálltak, és most a személyi kritériumokat is alkalmasnak tartották arra, hogy mi ezeket a betegeket gondozzuk. Évente hány esen beteg fordul meg az önök osztályán? Hát évente konkrétan olyan 20-30, de a gondozási terület, tehát a gondozásunkra körülbelül 100 beteget várunk az Egerszegi SM Centrum adatai alapján. Ezek a betegek a gondozásra 3 havi gyakorisággal kell, hogy megjelenjenek. Az egyik alkalommal csak gyógyszerfelírás és laborvizsgálat történik, a másik alkalommal pedig orvosi vizsgálat is. Sajnos előfordul, hogy a kezelés ellenére a betegeknek van rosszabbodásuk, ezt akut súbnak nevezzük, olyankor kell befeküdniük az osztályra, hogy nagy dózisú szteroid terápiába részesítsük őket, vagy pedig amikor a beteg tünetekkel jelentkezik, kivizsgáljuk, és a szklerózis multiplex áll a háttérben. Ez is mind osztályos kivizsgálást igényel. Kamerán kívül elhangzott, hogy ez a betegség mind a beteg, mind a hozzátartozók számára komoly fizikai és pszichikai próbatételt is jelent. Tulajdonképpen milyen betegségről is van szó, mi ez a szklerózis multiplex? A szklerózis multiplex az a központi idegrendszernek autoimmun betegsége. Elsősorban a ideg nyúlvány külső borítóját, az úgynevezett mielin támadja meg. A tünetek jelentkezése attól függ, hogy a központi idegrendszeren belül hol is zajlik a folyamat. A leggyakoribb első tünet a látóideggyulladás, vagy pedig az egyensúlyérzés elvesztése. Kivizsgálás úgy zajlik, hogy fizikális vizsgálattal, MR vizsgálattal és agyvízvizsgálattal. Akkor mondjuk a betegséget, hogyha ezek mind alátámasztják, akkor kimondjuk a szklerózis multiplex betegség diagnózisát. Első alkalommal úgy tájékoztatjuk a beteget, hogy kétféle formája van, ugye a relapszáló, remittáló forma, ami azt jelenti, hogy a fellépő tünetek a nagy adagú szteroidra vagy spontán visszafejlődnek, de előfordulhat, hogy kisebb tünetek maradnak vissza, és ugye a betegség előre haladtával mindig súlyosabb lesz a klinikai kép, mert ha előzőleg marad vissza egy kis tünet, következőben rárakódik megint az a kis tünet, és végül a betegség lefolyása az, hogy a beteg rokkant ágykötőzővé válik. Nem kell mindenkit elkeseríteni. Tudjuk, hogy vannak jó indulatú formák, amikor a beteg úgy leéli az életét, hogy nem válik rokkantá. Ez részben egy betegség, a betegségnek egy válfaja, részben pedig a terápiának a következménye is. A másik, a rosszabb indulatú forma a primér progresszív, amikor azt jelenti, hogy felléptek a tünetek, viszont nem fejlődnek vissza, hiába kapta meg a beteg a nagy dózisú szteroidot. Eddig erre nem volt gyógymód, sajnos ezeken a betegeken nem tudtunk segíteni. Most van egy új gyógyszer, amit direkt ezeknek a betegeknek fejlesztettek ki. Reméljük, hogy hatásos lesz, és őket is tudjuk a későbbiekben már hatékonyan kezelni.
Kiket érint elsősorban ez a betegség, és lehet-e bármit tenni a megelőzése vagy a korai szűrés érdekében? Főleg a fiatal felnőtteket érinti. Az első tünetek 20-40 éves kor között jelentkeznek, elsősorban nőket érint, megelőzni nem lehet. Nagyon sokféle, ugye most azt mondjuk, hogy ez egy autoimmun kórkép, próbálnak genetikai vizsgálatokat, genetikai kutatásokat végezni, de még egyelőre csak itt tartunk, hogy autoimmun betegség és megelőzés, prevenció erre nincsen.